Mátyás király és a kolozsvári bíró. Nem hiába szerette a nép Mátyás királyt. Nem volt több hozzá hasonlatos királya a magyaroknak. Amit ne vette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják a szegény földnépét, nem volt nyugodalma Budavárában. Áruhába öltözött, s úgy ment színről színre látni a valóságot. A többiek közt hírul adják, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény népet hiszen nem kellett több Mátyás királynak. Majd megnézi azt ő a maga szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok sűrű panaszt. Máskülönben is már rég vágyódott Kolozsvárra, hogy ne vágyódott volna, hisz ebben a városban látta meg először Isten áldott napját. Még most is ott áll az őszülőháza, nézzétek meg, ha Kolozsvárt jártok. De hogy szavamat össze -e Mátyás király bement Kolozsvárra, paraszti ruhában, s ottan leült a mészárszék elé, éppen szembe a bíróházával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé. Nagy sereg nép hordotta a fát a bíró udvarára, egy csomó ember meg vágta a fát az udvaron. Mellettük a hajdúk, spálcával biztatták a szegény népet. Hordjat paraszt! Vágjat paraszt! Egyszerre csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt. Ne te ne! mordult rá a hajdú. Hát te mit lapod Isten áldott napját? Kelj föl, ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt! S hogy szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a hosszú orrú paraszt hátára. Mátyás fölállott, megvakarta a hátát, de nem indult. Indulj már! Jó, jó, de mit fizetkent? Ezt né! ordította a hajdús, még jobbat húzott Mátyás hátára. Indulj előttem! Mit volt, mit nem tenni? Mátyás elindult a hajdú előtt. – Be a bíró udvarára! Vágjad a fát, hosszú orrú. A bíró ott könyökölt a tornácon. Mátyás megszólította. – Kigyelmed a bíró? – É hát, mi között hozzá? – Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért. – Éj, ilyen olyan szette vette parasztja! – káromkodott a bíró. – Mindjárt fizetek én neked! Húz rá! – parancsolta a hajdúnak. No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje. Jól van, Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, meghordta a bíró pincéjébe, de közben, mikor senki sem látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen tovább kullogott de másnap megint beállított Kolozsvárra, most már nem zekében, hanem királyi ruhában, s nem ült le a mészárszék elé, hanem fölment az ő palotájába. Egyszerűen hívatta a bírót, s az egész tanácsot mind közönségesen. A bíróhoz volt az első szava. – Mi hír a városban, bíró uram? – Á, semmi nevezetes felséges, uram, csöndben, békében élünk, amiért áldjuk is felséged nevét, lefektünkben, felkeltünkben úgy. Hát a szegény földnépe? Nem sanyargatják az előjárók? Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha nem volt ilyen jó dolga a föld népének. Jól van, bíró uram. Ha nem szeretnék végig sétálni a városon, hadd lássak mindent színről színre. Tartsanak utánam kigyelmetek. Elindult Mátyás király, utána a bíró, s mind a tanácsbéliek. Mennek utcáról utcára, utcára és egyszerre csak megáll a bíró udvara előtt. Ej, de nagy kazal fája van, bíró uram. Isten megsegített, mondotta a bíró alázatosan. Hát az Istenen kívül más nem segített? Kik hordták ide azt a sok fát? A népek, felséges uram. És mit fizetett neki? Ingyen szeretetből tették, mondotta a bíró. Na én, mintha másként hallottam volna. Hé, legények! fordult a király a szolgáihoz. Hányjátok szét a kazalt! A legények serénye munkához láttak, széthányták a kazalt, Mátyás meg csak nézte erősen, hogy mikor kerül elé az ő három fája. Elé kerültek azok is. Nézzen ide, bíró uram, tud-e olvasni? Tudok, felséges uram, ebegett a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt. Olvassa, mi áll ezen a három hasában. Mátyás? – Mátyás, Mátyás, dadogott a bíró. – Bizony, ha Mátyás, úgy tudja meg Kent, hogy azt én írtam oda. Én voltam az a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágatott a hajdú, mert fizetés nélkül nem akartam hordani a fát. Ó, felséges uram, kegyelem árva fejemnek! Térdre borult a bíró, térdre a hajdú is, mondta Mátyás a hajdúnak. Te állj fel, Szolga vagy, azt tetted, amit az urat parancsolt. Ha nem kended, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelnél, de én inkább tömlöcre vettetlek, te, szegény népnek sanyargatója. A népek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltották. Éljen Mátyás király, éljen az igazság! Hanem Mátyás halálával meg is halt az igazság. Még ma is mondja a nép. Meghalt Mátyás király. Oda az igazság. Mátyás három lustája Hollós Mátyás királyunk országa nem a naplopók, nem a gondtalan restek országa volt, de nem ám. Az az idő se katonát, Se polgárt, se urat, se parasztot, se kisembert, se nagy embert nem engedett ellustulni. Örökösen tomboltak a vérontó hadak a határokon, a határokon belül izzott a munka, lángolt az igyekezet, aminek az ország hatalmát, dicsőségét fenn kellett tartani. Ebben az időben bizony megemlegették, ha valamerre egy haszontalan, lusta ember találtatott. Olyan nagy országban, amilyen Magyarország volt, Került azért akkor is egy rakás megáltalkodott lustafi, kik minden Isten adta nap, Szent Heverdelt szerették ünnepelni. Mátyás királynak egyszer olyan gondolata támadt, megfogadta Magyarország leghírhettebb három lustáját, akik még azt sem állották meg nyögés nélkül, ha kisúlyukat kell megmozdítani. Ezt a csuda három lustát felhurcolták a királynak Budavárába. Ott mátyás rendelkezésére külön takaros kis házat kaptak. Az volt a dolguk, hogy semmi dolguk a világon ne legyen. Szolgákat szolgálókat adtak melléjük, akik a három lustára takarítottak, fűtöttek, sütöttek, főztek, öltöztették, vetkeztették, mosdatták őket, talán még a falatot is megrágták, mielőtt a lusták szájába kerülne. Így kellett a budavári három lustának a házban élni csúfságra, nevetségre. Egész ország csak leste, meddig bírják azt a rettentő semmit tevést. Bírta a mátyás három lustája, egyik jobban bírta, mint a másik. Egész nap hevertek, szuszoktak, mert úgy meghíztak, mint a malac karácsonyra. Ha megunták a háton fekvést, a hasukra fordultak, ha abból is elég volt, vissza a hátukra. Olyan lusták voltak már, a legyet is lusták voltak elkergetni az Orluk hegyéről. Egyszer aztán, hogy esett, hogy nem, kigyulladt a mátyás három lustája felett a tető. A járókelő nép nagyban kiabálta a tüzet odakint, a láng is megcsapta már az ablakot, akkor az egyik heverő fickó odaszól álmosan a másikhoz. Úgy látom, koma, ég a ház. A másik ásított egy nagyot, aztán azt mondta. Ha dégjen, majd kivitet a király, ha baj lesz. A harmadik nyöszörögve nyitotta ki a száját. Hogy nem resteltek már ennyit beszélni. Így lett vége a mátyás három lustájának. Még a halálukon is nevettek az emberek. az okos leány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, és mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson százesztendős fonalam, fony nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak százesztendős sövénykerítése, Csináltasson nekem abból orsót, és akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, és mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson száz lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány csak elén felséget fordítassa ki a korsókat. Mert az tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról. Mondja Mátyás király. Okos volt a második felelet is. Még adok néked egy kérdést, és ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér két citát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a két szita közé tette, s úgy ment fel a király szín elé. Itt van, felséges királyom. Fogja Mátyás a két citát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepült. Na lássa, felséges királyom! Hoztam is? Nem is. Volt is? Nem is. De már erre olyan erősen megtetszett Mátyásnak a leány, hogy egyszerűben hívatta az udvari papját, összeesküdött a lányjal. Elő a cigányokat, lett nagy lakodalom, eltartott egy hétig, talán kettőig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam. Aki nem hiszi, járjon utána. Mennyi még a 32? A Duna mellett sétálgatott egy reggel Mátyás király. Három udvari embere kísérte. Gyönyörű, szép tavaszidő volt, nézegették az urak a puha szántóföldeket. A király dicsérte az eleven virágocskákat, akik kihajtottak már az út mellett, meg a sejen felhőket odafenn az égen, meg a pacsirtának a boldog énekét. De az urak nem igen törődtek a pacsirtával, se a felhővel, se a virággal, csak hízelektek a királynak, egyik jobban, mint a másik, mert mind a három akart valamit. Az első hét falut akart a második tizennégyet, a harmadik huszonegyet. Amint a legszebben sétálgatnak, megpillant Mátyás király egy öreg parasztot. Az ott a maga kicsi földjén szántogatott két ökörrel csendesen. Megismerte a király az öreget, mert az régen az ő katonája volt. Emlékezett rá, hogy jó csavaros esze volt ennek, jókat nevettek a táborban a bolondos beszédein. Megszólította Mátyás az öreget, mikor közelebb értek egymáshoz. Jó reggelt adjon az Isten! Az öreg ember már akkor lekapta a süvegét, haptákba állott, úgy köszönt vissza. Adjon Isten felségednek is! Te vagy az ugyina! Ki volnék más? Akkor azt kérdi Mátyás király. Mondd meg nékem, öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, felséges király, már csak az ökröm szarváig. Hát aztán Mennyi még a harminc kettő? Bizaz már csak tizenkettő. De azért most is megfejnél hárombak kecskét, meg én most is felséges királyom. Mikor aztán elbúcsúztak az öregtől, a kísérőihez fordult Mátyás király, mert nagyon unta már, hogy az urak mindig javakat, jószágokat kérencsélnek. Halljátok-e, jeles urak, ha azt akarjátok, hogy teljesítsem a kéréseiteket, találjátok ki, mi az értelme az én kérdéseimnek, meg az öregember feleleteinek. Míg ezt ki nem találjátok, semmit én tőlem nem várhattok. A három nagyra látó úrnak persze nem volt előbbre való gondja, visszamentek sutyomban másnap reggel arra a helyre, ahol az öregember szántogatott. Megtalálták az öreget, s körülfogták, mondaná meg, mit jelentett az, mikor a király azt kérdezte, messzi -e még a messzi. Megmondom az uraknak, ha adnak száz forintot. Adtak néki száz forintot, az öreg megmondta. Míg fiatal voltam, nagyuraim, a messzi messzi volt, mert messzire elláttam. De most már csak az ökröm szarváig látok el, addig van a messzi. Hát a második, amelyik azt mondja, hogy mennyi még a harminckettő. Ezt is megmondom száz forintért. Az urak vakaróztak egy kicsit, de odaadták a második száz forintot is az öregnek. Akkor megmondta. A fogam volt 32, de már nincs belőle csak 12. Megszégyelték az urak, hogy ezt ki nem találták, száz forintot kellett adni érte. De most meg itt van még a harmadik kérdést, azt már nincs olyan ész, aki kitalálja. Hát azt is felkérdezték. Hogy fejné meg a három bakkecskét? Azt is megmondom jó szívvel, annak is csak száz forint az ára. Nem lehetett alkudni se az öreggel, olyan makas volt. Mit volt mit tenni? Összekaparázták hárman a harmadik száz forintot. Az öreg ezt a pénzt is belerakta a tarisznyába, azzal rájuk kacsintott az urakra. Így fejném meg instálom a három bakkecskét is, ahogy most az urakat megfejtem. Sejtette azt az öreg, hogy Mátyás király erre érti a bakkeskefejést, azért tudott az uraknak megfelelni. Azok aztán okosabbnak tartották el nem dicsekedni Mátyás királynak a három kérdés megfejtésével.